A Magyar Bowling és Teke Szövetség Teke Szakági Szövetsége idén az év edzőjének választotta Botházi Ferencet, a Rákoshegyi VSE trénerét, akinek első számú felnőtt csapata a 2020-21-es idény végén harmadik helyen végzett a női szuperligában. A díjazott sportszakember számtalan utánpótlás játékosnak segíti pályáját, többek között a 2021-es évi utánpótlás világbajnokságon induló Kishorváth Lucának és Pásztor Enikőnek is. Teke sportér kitüntetésben részesült továbbá Kishorváth István, a Rákoshegyi VSE elnöke, aki jelenleg is két csapattal képviseli egyesületét a női szuperligában, elnökségi tagként részt vett a MATESZ munkájában, valamint sokat tett a magyar tekesport támogatása érdekében.